Isten tiszteltünk második részét kezdjük meg az első énekkel. Énekeljük együttesen örömmel az egyes számú éneket. Istenünk, aki mennyekben lakozol, hálás szívvel és köszönettel hajtunk térdet, s fejed szentséges ország előttünk gyülekedet. Szeretnénk megköszönni, hogy olyan sok-sok áldásban van részünk nap, mint nap, de különösen szombaton, amikor mi gyülekezet meghajolunk előtted, amikor hallgatjuk az igét, amikor tanítást veszünk a Szentlélek által. Segíts, drága jó Istenünk, hogy ez alkalommal is érezzük azt, hogy elkészítetted áldásaidat számunkra az ige által. Könyörülj rajtunk és vezessél bennünket itt a lelket, legyen tanítunk, vezetőnk továbbra is. Drága jó Istenünk, köszönjük, hogy akik testvéreik, akik nem tudtak itt lenni, akár betegség bármi oknál fogva, ott is jelenjél meg szent lelked által, és segíts, hogy közös áldást élvezzünk, mert megígérted népednek kegyelmedből mindenki. Amen. Nagyon sok aggódásunk van, ugyanakkor, amikor szombaton az adományainkat elhozzuk a gyülekezetbe, akkor mindig igyekszünk hálánkat kifejezni, és ezzel együtt nem csak a hálánkat, hanem a bizalmunkat is kifejezzük Isten iránt, amit ő nagyon sokszor igyekszik erősíteni és bátorítani. Zsoltárok könyvében is ilyen bátorító szöveget szeretnék olvasni, a 12. rész 6. versét. A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Amen. Szövegek értelmében kérném, hogy gyűjtsük össze az adományunkat. Thank you.
Hajtsuk meg fejünket imára. Mennyei atyánk, Úr Jézusunk kegyelméből jövünk eléd. Szeretnénk hálát mondani kegyelmedért és gondviselésedért. Szeretnénk bocsánatot kérni aggódásainkért. Azért, hogy nem bízunk benned eléggé, holott te naponta bizonyságát teszed annak, hogy figyelsz ránk, gondot viselsz rólunk, és ha arra vágyik lelkünk, biztonságba helyezel bennünket. Vágyunk a biztonságra, és oly sok módon próbáljuk azt biztosítani magunknak. Segíts, hogy minden földitől függetlenül beléd vetett hittel, bizalommal megtaláljuk biztonságunkat, biztonságérzetünket, hiszen elég nekünk a te kegyelmed mindenre. Jézus nevében mondunk mindezért hálát. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyülekezet, ezen szombaton. Valóban öröm ünnep van ma, és örülünk, hogy ennyi vendégünk van, ti, akik hazajöttetek, és én is szeretném köszönteni az Ördög családot, és Robertet, aki hazajött különösképpen közénk. Sok munkája van, számolgattam, hogy igazi magyar munkaerő, akinek három beosztása is van a területben, és nehéz terheket visel. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük el, a kórusunk fog énekelni, és utána az igét fogjuk megnyitni. Kezedben van. Törj össze és építs fel, Atyám. Tisztíts meg és egyengesd el utaim. Az engem a szeretet darál. Engem a szeretet. Az engem a szeretet.
Isten áldását kívánom még egyszer mindannyiatoknak, testvéreim, azoknak is, akik követnek bennünket az interneten. Egy szép lehetőség, alkalom, mikor együtt lehetünk és beszélgethetünk, tanulmányozhatunk. Azon gondolkoztam, hogy mikor válik, illetve mikor veszíti el valami az időszerűségét. Mint témakör például. Ezt azért kérdezem, mert most januárban tartottam egy evangelizációs sorozatot, és hát én tovább vittem azt, amit a múlt évben több mint 30 helyszínen szerveztünk, itt is megszerveztétek a reformációnak az 5 jelszavát földolgozni, és valaki mondta, ugye ez januárban volt, hogy de hát decemberben vége az 500 éves évforduló lezárult. És mondom, mit veszített a jelentőségéből az egyedül az írás, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, és így tovább. Mondják, hogy az semmi, akkor lehet róla beszélni? Arról lehet beszélni? Jó, mondom, akkor. És akkor adtunk neki egy ilyen címet, hogy új reformáció. Mert ugye az elmúlt régen, decemberben lezárult az 500 éves évforduló, most akkor kezdünk egy új reformációt. Igazából nagyon jó könyvem, pont ez a címe, innen jött az ötlet. Egy német teológus, Klaus Douglas írta ezt a könyvet, és földolgozza, ő 96 tétel dolgoz föl. Nem ez a mostani témánk, csak amiről szeretnék, hogy elmélkedjünk, az is olyan, amiről biztos, hogy már 100 prédikációt hallgattatok. Azt mondom, hogy na most Pál megtéréséről beszélünk. Ja, azt már hallottuk. Időszerű ez? Ismerte Pál a Bibliát megtérése előtt? Hívőnek vallotta magát megtérése előtt? Igen. És föltetnék még másik 10 kérdést, amire igen volna. Hűséges volt-e? Betöltötte a törvényt? Engedelmeskedett a 10 parancsolatnak? Helyesen étkezett-e? Adta a tizedet? Tehát mindegyikre mi volna a válasz? Igen. Mi hiányzott az életéből? A megtérés. Jézus Krisztus. És amikor így gondolkozok, akkor mindig megijedek. Mert ha az én életemet nézem, és fölteszem ezeket a kérdéseket, mi a válasz? Igen. 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 Mit mondott a gazdag ifjú? Gyermekségem, itt, ebben a kis teremben minden szombaton itt voltam. Először abba, aztán itt. Az így ment, így sorba mentünk. Akkor minden rendben, Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, de van még egy fogyatkozás, hogy Pálnak azt mondja, várjál, Saulusnak mondja. Azon gondolkoztam, hogy mi az, ami változást tud hozni az ember életébe. Mert ha olvassuk Cselekedetek könyvének a 9. fejezetét, ez egy nagyon ismert fejezet a könyvnek, ugye a 9., mert jól emlékszem, 26. fejezetben, amikor ő meséli el védekezésként, hogy mi történt. 9. fejezet így kezdődik. Saulus pedig még fenyegetéstől és az öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére őtől a leveleket Damaszkuszba zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Azon gondolkoztam most, ha Saulusnak a kinézetét, ahogy odajönt a főpapokhoz, hogy kérjen engedélyt erre, ha be kéne itt mutatnom pantomim játékkal, ne ígyetek meg, nem fog ilyen lenni itten, de hogyha ez kellene, akkor hogy mutatnám be ezt a szöveget, hogy a fenyegetéstől és öldökléstől lihegve odarohan, ez hasonló, mint amikor Dánielt bevádolják, azt mondja, berohantak a királyhoz, hogy király! Aztán elmennek, hogy először berohantak, hogy meghozassák a végzést. Mindent így rohanva csinálnak, és amikor az ember akar valamit rosszul tenni, akkor mindig rohanva csinálja. Aztán, mert rajta kapják Dánielt, hogy imádkozik, mit ír a következő szöveg? Berohantak a királyhoz. Miért rohantak? Nem ismerték az udvari etikettet? Végre kell hajtani rögtön. És itt Saulus, várjunk, ki volt Saulus? Hívő ember volt? Igen. Betartotta a törvényt, de most hadd ne soroljam újra végig. És mit csinál? Az öldökléstől még lihegve, még véres a keze neki, de hallotta, hogy Damaszkuszba is vannak. Fogtam a
ott az internet mindent megmutat. Fogtam a Google útvonal tervezőt, hogy hogy lehet Jeruzsálemből Damaszkuszba jutni. Hát autóval egyszerű, azt hiszem, hogy 4 órát ír végig a Földközi-tenger partvidékén. Igen ám, de azt írtam, van a Google-nek ilyen opció, hogy gyalog. Tehát beírjátok, hogy mentek tömegközlekedéssel, saját autóval, vagy gyalog. Beírtam, hogy gyalog. Nem vezet le a Földközi-tenger partvidéken, ez nagy kerülő, arra van az autópálya. Gyalog, ha jól emlékszem, 72 órát ír. Mondjuk Lóháton ennek fele. Mert azért nem lehet 50-nel vágtatni lóval, csak rövid távon lehet. Tehát legalább 2-3 napos út, ha a pihenőket, az alvást is számoljuk, és mikor ő hallja, hogy Damaszkuszban vannak, így írja, ennek az útnak a követői, ezt ma így nevezik, hogy ennek a szektának a követői, na most oda gyorsan el kell menni, hogy mondtam, még a vért sem mostal a kezére, az öldökléstől lihegve. Mi készteti az embert arra, hogy háromnapos, egy irányba 3 napig tart az út Lóháton, kietlen pusztaságon, sziklák között, szembenézve esetleg rablókkal, mi készteti arra valakit, hogy véghez vigye az ilyen tervét? Keressünk egy pozitív jelzőt rá. Hát hallom, hogy sátán. Keressünk egy pozitív jelzőt. Mi készteti? Buzgóság. Örülünk, hogy ha azt állapítjuk magunkról, hogy buzgók vagyunk. Jó a buzgóság? Jó. Mivel kell, hogy párosuljon? Jézus Krisztussal. Ez az. És amikor a buzgóság Jézus Krisztussal párosul, akkor innentől kezdve jön a pálfordulás. Még a politikában is használják a pálfordulót. Habár ott inkább a köpenyek forgatót használják, de a pálfordulót is, hogy na rögtön ugye van egy ilyen, hogy Saulusból Paulus lett. Hogy néz ez ki az én életemben? Megtörtént-e már? Persze gondolok a te életedre, és saját magunkatnak tegyük föl ezt a kérdést, hogy ez a pálfordulás az életemben megtörtént-e már? Az, hogy itt születtem, itt nőttem föl, ez teljesen mindegy, ez mellékes dolog. Megtörtént-e az én életemben a pálfordulás? Ne válaszoljatok! Csak gondolkozzatok el róla. Mert a párfordulás nem az, hogy mostan többet jövök a gyülekezetbe, vagy hűségesebb vagyok a tizedben, vagy bármi. Nem ez a párfordulás. Mi a párfordulás? Találkozás Jézussal, aminek a nyomán megváltozik az életed. Még a találkozás Jézussal az még nem is olyan nagy dolog, mert a gazdagi fiú találkozott vele, de nem változott meg az élete. Tehát a találkozás elindíthat egy folyamatot, amiről én hozok döntést, és megengedem az Úrnak. Tehát olvasok itt az első 2 verset, olvasom még a 3., 4., és talán 5. És amint méne, tehát Cselekedetek 9:3, ugye engedélyt kért, hogy elmenjen, és amint méne, lőn, hogy közelgette Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá üt körül a mennyből, és leesvén a földre hall a szózatot, amely ezt mondja, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Itt különböző szavakat említenek, az ösztön, van, aki az ösztök, régebbi fordítás az ösztökét mondja, azt is vehetjük, az ösztöke, az a hegyes vas rúd, amivel az ökröt, úgy az ostorcsapás meg se érezte, az ökröt bögdösték. Ezt is vehetjük. Nehéz, érzed mióta bögdöslek, és ha mikor bögdöste az Úr Saulust? Először is, milyen iskolát fejezett? Az akkori Oxfordot. Nevezhetjük így Gamaliel iskolája. Ez volt a leghíresebb iskola. Ő a filozófia és teológia doktora volt. Amíg tanulmányozta a proféciákat, mondhatjuk, hogy bögdöste az Úr? Tanulmányozta a proféciákat. Mit gondoltok, ismerte a messiási proféciákat?
Hát az, aki a Gamaliel iskolát befejezte, testvér, annak fejből kellett tudni az összes mesiási prófétát. Hogy van az, hogy amiután már megkeresztelkedik, Damaszkuszban mit kezd rögtön? Hirdeti a Krisztust. Hogy? Bebizonyítja az írásokból, ha nem akkor tanulta meg. Csak akkor álltak helyre a kockák. Akkor álltak helyre. Mert ha az inget rosszul kezdett gombolni, mi történik a fölső gombbal? Ő rosszul csinálta. Ó, még valamikor Marosévácon voltam diák, és a Bózsó volt az én történelem tanárom. Azok voltak a régi szép idők. Én akkor nem nagyon tudtam szerbül. És még próbáltam úgy, hogy kihúzzam magam nála. Dolgozatot írtunk. Nem értettem még az anyagot. Azt hiszem, hogy a szociológiát is ő tanított, és valami felsorolás volt a tesztben. És mondom mögöttem ülőnek, hogy enged, hogy átmásoljam, nem tudok semmit. Ő azt mondja, írjad. És így hátrafordultam, és 20 felsorolás volt. Mondom, nem fér dolog, hogy most mind a 20-at átírjam. Úgyse fogja elhinni a Bózsó, hogy én 5-ösre tudtam. Mondom, az első 3-at azt én írom, amit gondolok, a többit meg az legalább egy 4-es kapjak. De hogy az első 3-at nem írtam, a többinek elszúrtam a sorrendjét. És én leírtam a 20-at, csak mind egyel arrább volt. Hányas kaptam? Szerintem ő azt látta, hogy a 3-as kérdésre a 4-es válasz jó, a 4-es kérdésre az 5-ös válasz jó, így. Na valahogy így ment Saulnál, Saulusnál a proféciák magyarázata. Ő bepróbálta helyettesíteni, de kellett, hogy legyen a damaszkuszi út ahhoz, hogy úgymond újra gombolja ezt az inget, mert rosszul kezdte a gombolást. A rabbik, azt írja Ellen White az Apostolok története című könyvbe, hogy a rabbik nagy jövőjű ifjúnak tartották, és szép reményeket fűztek hozzá, mint a régi hit tehetséges és buzgó harcosához. A magas tanács tagjául való kinevezése még jobban emelte tekintélyét és befolyását. Ha olvassátok a zsidó történelmet, azzal találkoztok, hogy a nagy tanácsba kik vehettek részt? Általában, korban, idős, tapasztalt, mint mondjuk Nikodémus. Ő már odavaló volt, egy idős ember volt, de Saulus, egy fiatal ember, bekerül a nagy tanácsba. Ez akkor nem volt Facebook, hogy ezt rögtön föltegyék oda, de szerintem ez így terjedt a hír. Hallottátok? Saulus, az új doktor, bekerült oda, befejezte Gamaliel iskoláját. Amikor elindul Damaszkuszba, miért indul? Hogy gyilkoljon. És azon gondolkoztam, hogy én az én buzgóságommal teszek-e ilyet. Nem kell szó szerint véres kézre gondolni. Teszek-e ilyet az én buzgóságommal? Mert én vagy építek, vagy rombolok. Nincs másik. Mi történik az életemben, vagy minek kell történni ahhoz, hogy a damaszkuszi út után én is találkozzak Jézussal, és föltegyem neki a Saulusnak a híres kérdését, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nagyon sokszor idéztem már ezt a mondatát Mahatma Gandhinak, de igazából nekem az volt érdekes, hogy egy könyvet olvastam, és olvasom azt, hogy II. János Pál pápa akkor még élt, idézte Mahatma Gandhit, és megrovóan szól ő a kereszténységről, saját maga felé tekintve, nekem ez volt furcsa, azt mondja az akkori pápa, hogy igaza volt Mahatma Gandhinak, amikor azt írta, hogy a keresztények olyanok, mint a folyóban lévő kavics, amely ott van több száz évig, a folyó sodrása gyönyörű, símává, fényessé csiszolja a felszínét, amikor kiveszett csillog, de ha kettétörött száraz, és a víznek semmilyen hatása nem volt a kő belsejére. És én ezt megdöbbenve olvastam, és azt mondtam, hogy most függetlenül, hogy ezt ki mondta, meg ki idézte, az a kérdés, hogy ez az én életemben, ez hogy néz ki? Mit tett a folyóvíze több száz éven keresztül a kavicssal? Gyönyörűre csiszolta. Láttatok már szép kavicsot, amikor mentek nyaralni tengerre? Szoktatok kavicsot gyűjteni? Olyan hihetetlen kavicsok vannak.
Mikor megszárad, már nem szép, ott úgy vizesen, úgy csillog. De le kell lakkolni, lefújod lakkal, és olyan marad mindig. Miért lett ilyen gyönyörű a kavics? Az a kavics az egy kődarab volt, ami leomlott a szikláról. És mi történik a hullámverésnél? Találtam először, azt hittem valami drága, ilyen nem tudom, gyémántot találtam, kiderült, hogy a sörös üvegnek az alja. Ami mi történt, ahogy a víz forgatta? Gyönyörű, csillogós, félkör, valamilyen nem tudom milyen idomtalan kerek alakká alakult. Csodálatosan néz ki. Jobban nézem rájuk, hát ez egy ilyen zöld sörös üvegnek az alja. Jó, legyen minakvás üveg, jobban hangzik. De mindegy. És az üveget, ha ketté töröm, milyen belül? Száraz. Saulus kellett, hogy találkozzon Jézussal. Az, ami számomra nagyon fontos, előtte Saulusnak volt egy élménye. Látta Istvánt meghalni. Tudjuk, hogy ott volt István megkövezésekor? Ott még nem volt neki nagy feladata, ruhatáros volt. Azt mondja, nála rakták le a ruháikat. Azok, akik megkövezték. Mondta, hogy menjetek, minden nagyobb követ fogjatok. Így küldte el őket valószínűleg az útjukra. Hogy mit láttak Istvánon, amikor ott vallatták, kérdezték? Azt írja Cselekedetek 6. fejezet 15. versében, amikor a főtanácsban ülők Istvánra néztek, olyannak látták az arcát, mint amilyen egy angyalé. Jó, mondjuk ez most vitás dolog, hogy honnan tudták, hogy milyen egy angyal. Igazából mit láttak az arcán? Békét. Megnyugvást. Bizonyosságot, hogy jó utat követek. Mondják, hogy a forradalmárokat gyakran azért nem engedik szóhoz jutni, mert meggyőzik rögtön a többieket, ha megszólalnak. És a vádlók esetleg az oldalukra állnak. Egy szót se szabad. István nem sokat mondott. Igazából elmondta a zsidó nép történetét. És érdekes, ahogy úgy látszik a zsidó kultúrában, hogy mi a gyakorlat. Föltesznek egy kérdést, hogy miért hirdeted ezt? Hogy kezdi a válaszát István? Tudjátok, amikor Isten elhívta Ábrahámot, a mi atyánkat, és adott neki egy fiút, Izsákot. És Izsáknak lett másik fia, Jákob, és Jákobnak a 12, ma mit mondanánk az ilyen válaszra? Nem ezt kérdeztük tőled? De az egy más kor, más kultúra. Végig várják, hogy elmondja végig, és igazából mi volt célja Istvánnak, hogy elmondja azt, hogy így jutunk el a Mesiáshoz, így jutunk el Jézushoz. És Saul ott ül és hallgatja. Egyetlen kimondott szó sincs hiába. És amikor fölkiáltott, hogy ó, mit látok? Látom megnyílni a mennyet, az ember fiát, Isten jobb oldalán állni. Ki látta még ezt? Ott, abból a tanácsból. Ki látta? Senki. Amikor később Saulus leesik a lóról, ki hallja? Senki. Vagyis Istennek hozzád lehet egy speciális üzenete. Neked mutathat meg valamit. Lehet, hogy senki más nem látja. Lehet, hogy el se hiszik, hogy te azt láttad. És az, ami fontos, nincs egy univerzális módszer, hogy elvezet valakit a megtéréshez. Mindenkihez egyedi módon jön, a legkülönlegesebb módon, amire én nekem a legnagyobb szükségem van, úgy, ahogy én azt biztos meghallom, biztos megértem, és ha esetleg konokul csak azért is elutasítom, akkor biztos mondhass, hogy figyelj, emlékszel, mikor azért ezt mondtam neked, és te elutasítottad. Nagyon érdekes dolgot találtam az apostolok történetébe. Azt írja White testvérni, hogy Saulus lelkében mélységesen zaklatott lett, tehát az István megkövezése után. Kínzó zavarában azokhoz fordul, kiknek bölcsességében és ítélőképességében annyira megbízott. A papok és a főemberek okfejtései és bizonyítékai végül meggyőzték. Vagyis mi indult el a szívében? És mi van, ha Istvánnak igaza volt? Mert azért érezte, hogy kicsit félre van gombolva, ugye, most vegyük ezt a példát.
Mi van, ha mégis igaza volt neki? Meggyőzték. Olvasom tovább, ez a 76. oldal. Saul komoly küzdelem árán vonta le a következtetés, de végül neveltetése és előítélete, korábbi tanítói iránti tisztelete és népszerűségből adódó büszkesége megerősítették, hogy lelkiismeretének hangja és Isten kegyelme ellen lázadjon. Döntése, hogy a papoknak és az írástudóknak van igazuk, Sault nagyon elkeseredetté tette. Mibe próbálta kifejezni ezt az elkeseredettségét? Sokszor nem vagyunk tudatában, hogy miért teszünk valamit, vagy miért tesz valaki valamit. Hogy tudja ezt megtenni? Vagy hogy tudtam ezt megtenni? Miért? Mert amikor megszólalt a lelkiismerete, mit tett vele? Elnyomta, és nem engedte, hogy haladjon ezen az úton. Azon gondolkoztam, hogy van-e az életemben tudatosan meghozott rossz döntés? Nem is merek válaszolni, mert ez annyira komoly kérdés. Tehát van-e az életemben tudatosan meghozott rossz döntés? Na ezért van szükség, hogy találkozzak Jézus Krisztussal. Ezért van szükség, hogy esetleges következményei legyenek az eddigi rossz döntéseimnek. Tehát Saulus elindul Damaszkuszba, ne menjünk el azért a témától, lóháton mennek, ezt tudjuk, hogy mert leesett a lóról a fényesség hatására, ő akart menni, téves buzgalomtól fűtve megy, hogy most bosszút álljon. És akkor még egy idézet csak az Apostolok története című könyvből. Vajtesőn azt írja, utazásuk utolsó napján, ez több napig tartó út volt, délben a fáradt utasok közeledtek Damaszkusz felé, szemük elé gyönyörű gyümölcsök, termőföldek tárultak. Ez logikus, hogyha megnézitek a térképet, akkor látható, hogy hol van a barna meg a zöld terület. Tehát végigmentek a sivatagon, és képzeljétek el, sivatagon, ahol egy korty vizet úgy kell vinni, még a lovaknak való vizet is szipelik magukkal, mert nincs semmi, és akkor végül vége van a sivatagnak, és mi történik? Gyönyörű zöld. Ezt én így tudom megérteni, ma reggel, mikor jöttünk, akkor feketicsig, nagyon nagy köd volt, tejszerű ködbe jöttünk. És akkor egyszerre, tehát annyira kellett figyelni, mondom, hogy ha véletlen baleset van az úton, akkor nincs idő megállni, ha kicsit gyorsabban megyünk. És végig így néztem, és én nem érzem azt, de amikor egy pillanatban megszűnt a köd, akkor azt éreztem, hogy a szemizmaim így fölengedtek. És mondom, milyen jó érzés. Mennyivel könnyebb, mennyivel lazábban tudok vezetni. Valahogy így tudom elképzelni, több napig mész a kövek között. Sivatag, kő, por, homok, skorpió, nem tudom, dramatizáljuk a helyzetet. És akkor egyszerre csak van egy patakszerű valami, és indul a zöld természet. Olaj, ilyen olajfaerdők, datolya, amit elfüge, és nem tudom, mi van azon a vidéken, még banán esetleg, teljesen mindegy. A hosszú és kietlen pusztaságon át vezető utazás végén a kies vidék szemlélése lélek emelően hatott. Tehát azt mondják, na végre megérkezünk, miért jövünk? Hogy öljünk. És még az idézet. Amikor Saul és kísérői boldog csodálattal szemlélték a pompázó rónaságot és a gyönyörű várost, őt és kísérőit, miként az később elbeszélte, hirtelen a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság vonta körül, fényesebb, mint amit halandó emberi szemek elviselhetnek, elvakultan és zavarodottan bukott le lováról a földre. Ha így nézzük, megérdemelte Saul, hogy megjelenjen neki az Úr? Mondjuk azt, hogy megvakítsa, azt igen, hogy emberileg nézzük, hogy Uram, legalább ennyit megtettél vele. Na, mondjuk, ha azt hallották akkor a keresztények, hogy Saul megvakult, az Úr megvakította, mit mondtak? Ó, Istenem, te olyan csodálatos vagy. Szerintem énekelték a bosszúálló zsoltárokat, mondjuk énekelték a zsoltárokat, hogy állj bosszút az én ellenség, fizess meg nekik, ahogy megérdemlik, Uram. Ez történt. Első pillantása ez történt Saullal. Azonban Jézus nem csak megvakítja Sault, hanem szól hozzá. És igazából itt van ez, amikor
ami perdöntő az egészben, hogy miért történik. Mindenki valamilyen módon a fényességet azt mindenki látja, azt mondja, mindannyian leestünk a földre, én pedig hallottam, hogy valaki így szólt hozzám héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tudja Saul, hogy ki szól hozzá? Akkor miért kérdezi? Ez az emberi természet. Tudja, hogy ki szól, mert ki szólhat. Világosság a mennyből. Ma még esetleg elképzelnénk, hogy valaki csinált egy ilyen reflektoros, lézeres világítást, aztán nagy hangszóró, vagy nem tudom. De akkor ilyen semmilyen nem volt, semmi technika, ez csak az Úr lehet, senki más. Saul, miért üldözöl engem? Miért? Ki vagy te, Uram? Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Azzal, hogy a gyermekeimet kergeted, engemet kergetsz. Igazából én nem tudom, milyen lehetett ez a hang. Többiek nem hallották, csak a fényt látták. A hangot nem hallották. Van egy érdekes dolog a 9. meg a 26. fejezet között. Egyik helyen azt írja, hogy a többiek nem hallottak semmit, amott azt írja, hogy hallották. Ez egy érdekes héber szójáték. Fölöslegesre kitérni, tehát van rá magyarázat, a kétkedőknek mondom, hogy van rá magyarázat, tábla, lehet, hogy tábla kéne hozzá. Hallotta az Úr hangját. Amikor a tanítványok visszamentek halászni, akkor azt írja Jézus Élete című könyv, hogy amikor szólt hozzájuk a partról, akkor így írja, hogy felismerték Uruk hangját, amihez hasonlót még sohasem hallottak. Én vagyok. Felismerték. Saulusnak nem volt lehetősége felismerni az Úr hangját, mert még nem hallotta. Próbálta a lelkiismeretén keresztül szólni hozzá. Még nem hallotta. Most első fejlemény, ahogy mondtuk, Pál megvakul. Van egy szöveg a Bibliában, ami azt mondja, hogy a fentről jövő ajándék az mindig tökéletes. Így volt ebben az esetben? Gondolkoztam azt, hogy miért? Próbáljatok valamit. Mondjuk ezek most nem annyira erős lámpák, de hogy nagyon erős fényben néztek, és becsukjátok a szemeteket, mit láttok utána? Ugyanazt a fényt, nem? Ugyanazt a fényt. Saul megvakul, hogy mit lásson 3 napig. Semmi mással ne foglalkozzon. Csak azzal, amit látott, és amit hallott. Hát semmi mással ne foglalkozzon, csak amit látott. Miért ment Damaszkuszba? Hogy öljön. Miért jön Jézus elé? Hogy életet adjon neki. Igazából, hogy a megtérés útján vezess. És nekem ez a legfontosabb mindig. Tehát itt nem az a lényeg, hogy most mennyit lovagolt, hány kilométert, meg hány napig, meg nem tudom mi minden, hanem az, hogy mi vezet el egy embert a megtérésre, mert nekem erre van szükségem. Az összes többi az történelem, vagy kultúra, hogyha néznénk, hogy nem tudom milyen volt a mezőgazdaság, jöttek az olajfák, a sivatag pusztaság után, ez mind mellékessé válik. Ezt megemlíthetjük, hogy dramatizáljuk a helyzetet, de a lényeg a megtérés. Saul, aki hívőnek érzi magát az Úr követőjének, megtérésre jut. Van Adinak egy karácsonyi verse. Általában a rádióban, még a Reménység hangja rádióműsorban sokszor elhangzik ez karácsony táján, az advent heteiben, mindig összeszedjük. Több karácsonyi versünk van, mint ahány advent hét, úgyhogy több rádióműsort kéne hétközben is bevezetni, hogy mindet tudjuk használni. De szerintem Adi pontosan ismerte Saulusnak a megtérését is. Én szoktam a kocsiba hallgatni ezeket a verseket, úgy CD-ről. Azt mondja itt Adi, hogy amikor elhagytak, tehát az Úr érkezése ez a címe, tehát ebből látszik az, hogy karácsonyi, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És itt jön az, amit összekapcsolhatunk Saulussal, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. Egy az egybe Saulus.
megvakult az eddig élet, ő visszanyerte a látását, igazából nem azt a látását, ami addig volt, hogy azért ne felejts el ezt a találkozást, hogy ne kelljen újabb találkozásra, sor kerüljön, de a megtérés megtörténik. Jézus a nevén szólítja. El tudjuk képzelni? Saul, Saul! És megyek és látok egy fényt, és megszólít a nevemen. Sőt, milyen nyelven szólítja meg? Héberül. Mert ez a mennyei nyelv. Miért szólított a héberül? Mert Saulnak ez volt a nyelve, az anyanyelve. Azt jelenti, hogy az Úr úgy szól hozzánk, hogy azt én biztos megértem. Szerintem Saul beszélt még más nyelven is, mert akkor görög volt az irodalmi nyelv, latin volt a hatóságokkal való kommunikáció nyelve, egy olyan képzett, mint Saulus, egész biztos, hogy a többi nyelvet is beszélte, meg ki tudja még a környező népeknek milyen nyelvét beszélte, teljesen mindegy. Az Úr úgy szól hozzá, hogy legjobban megértse. Oda jön, ahol ő van, és Saulus a földre esik. Volt-e még eset, amikor Jézus szavától a földre estek emberek? Jönnek a Getsemánéba a katonák, azt mondják, hogy keressük a názáreti Jézus. Mit mond Jézus? Én vagyok. Mi történik? Paf. Összeköthetjük ezt a vagyokkal. Jézus isteni, örökkivaló hatalmával. Amint kimondja ezt a szót, a földre esnek. Én azon gondolkozom, hogy hogy lehetséges, hogy mégis aztán fölkelnek és megkötözik. Gondolkozom, de miért estünk el? Tehát ez, amikor konokul megy az ember, csak azért is. És Júdás sem mondja ott még akkor, hogy várjatok, ekkor még szeretné eladni. Pálnak lett volna alkalma, hogy fölugorjon, és kiabáljon a többieknek, hogy vezessetek innen gyorsan, vagy bármi más tegyen, azonban fölteszi a kérdést, hogy kicsoda vagy Uram. Két kérdést tett föl Pál, Saulus. Kicsoda vagy Uram, és mi volt a másik kérdés? De most én így próbálom elképzelni, hogy ha az ellenségem a földön áll, és a nyakára tettem a lábomat, milyen kérdés fog föltenni? Mondd, mik az elvárásaid? Miért teszi ezt a kérdést? Volt-e Saulusnak lehetősége, hogy visszautasítsa a megtérést? Hát Uram, én jó vagyok. Én nekem nincs semmi. Most Jézus Krisztus hogy mutatkozik be neki? Én vagyok a názáreti Jézus. Milyen nevén mutatkozik be Jézus? Az, hogy német itt kapott ezen a földön. Emberként mutatkozik be neki. Én vagyok a Jézus, akit te kergetsz. Hogyha megnézzük, ugye itt még Ellen White is azt írja, hogy egy ember ül a trónon, aki itt volt ezen a földön. Tehát emberként mutatja be önmagát, és így mutatkozik be számunkra, hogy érezzük, amit ő végigjárt, azon az úton akar vezetni bennünket. Ezen az úton van szenvedés is valószínűleg. De a vég a győzelem útja. Az, ami itt történik, na ezt nevezik pálfordulásnak. És Saulus nem csak azért teszi fel a kérdést, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen, mert érezte, hogy az Úr illusztrációt, hogy mondtam, hogy ugye lent fekszik az ellenfelem, és a nyakára tettem a lábomat, és tőlem függ, hogy most jobban megnyomom, vagy elengedem. És akkor mi a logikus kérdés? Na mondd el, mit tegyek? Elfogadom. Ő bármikor visszaléphetett volna. De elmegy Damaszkuszba, nem lép vissza. A keresztények el se hiszik, hogy ez tényleg megtörtént, valószik, hogy megjátsza. Elmegy az arábiai sivatagba, pusztaságba, ott van vagy 3 évet, és akkor jön Anániás, és azt mondja, Saul, gyere velem, te kiválasztott vagy. Szükség volt egy kis idő magába szálljon, hogy letisztázza magába az emberek, hogy elfogadják. Valami történt, ami felkavarta a lelkében. Kiderült, hogy az életről alkotott képe nem igaz. Kiderült, hogy Jézus Krisztus valóság. Igazából mi a célja a találkozásnak? A 26. fejezetben, mikor Pál magát menti hatóság előtt, akkor mondja el ezt, 26-16, ezt mondja neki az Úr, kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgálva és bizonysággal rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni.
Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy megnyissad a szemeiket. Mi történt most Saullal? Pont most vakult meg. És mit mond az Úr? Mit kell, hogy tegyen? Érdekes az Istennek a logikája. Mindig különbözik a miénktől. Hát hogy tud egy vakember másokat vezetni? De itt egyértelmű az utalás. Van szereped az evangélium hirdetésébe. Engemet fogsz képviselni innentől kezdve. Van-e Saulusnak választása? Visszautasíthatta volna? Azon gondolkoztam, hogy miután Jónást a hal kivitte a partra, nem térünk el a témától, mi történik, ha Jónás akkor sem megy el Ninivébe? Mit gondoltok, tudott volna az Úr találni más valakit Jónás helyett? Miért választotta ki az Úr pont Ellen White-ot az advent mozgalom kezdetén? Miért választotta ki úgymond fizikailag a leggyengébb személyt, akit akkor kiválaszthatott? Mert ketten visszautasították, nem merték, vagy nem akarták, teljesen mindegy. És amikor méleterős férfiak azt mondjuk, hogy visszautasítjuk, akkor az Úr mosolyog. Jó, meg tudom oldani. Pont úgy, mint amit említettem a pénzzel. Nem adok majd, akkor meglátjátok, mi lesz veletek. És az Úr mosolyog, ahogy mondtam ilyenkor. Jónás dönthetett volna úgy, hogy nem megy Ninivébe. Ahogy Saulus dönthetett volna úgy, hogy már pedig, én most nem látok, de hívom a katonákat, és mondom, hogy mit tegyenek. Ezek a keresztények nem maradhatnak életben. Lehetséges ilyen döntés is, mert csak egy dolgot nézzünk meg, én ezt nem tudom megérteni, de ez a bűnnek a konok természete. Amikor jönnek a katonák és szólnak a főpapoknak, hogy Jézus föltámadt. Tehát az, akit ők megfeszítettek, föltámadt. Ebből egyértelmű világosság kellett legyen, hogy Jézus ki. És mit mondanak a főpapok? Hú, menjünk gyorsan, boruljunk le előtte, hát, ha még van remény. Ezt mondják? Nem? Kinyitják, nézzük, mennyi pénz van még a kasszába? Van ennyi. Osszuk szét a katonák közt. Mondjátok, hogy ellopták a tanítványok. És tovább mutatják be az állatáldozatokat, tovább ülik az ünnepeket, amik majd az eljövendő mesiásra utalnak, mert nem akarnak engedni. Tehát nem törvényszerű, hogyha találkozol a hírrel, vagy az üzenettel, hogy magával Jézusra, hogy meg fogsz változni. Vagy meg fogok változni. Ez nem törvényszerű. Most maga a kérdés, amit Saulus föltesz, tipikus kérdés. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Általában, amikor az emberek evangelizációkon találkoznak a Biblia üzenetével, akkor azt mondják, hogy na akkor lelkész úr, mondja el, mit kell nekem tenni, mit szabad, meg mit nem szabad. Van neki egy meghatározott szimpátia ébred benne az ige iránt, és akkor így gondolkodik. De hogyha az Úr így mondja el Saulnak, hogy mit kell tenni, akkor nem tudom, a fanatikus zsidóból fanatikus keresztény lett volna. Az Úrnak nem fanatikusokra van szüksége, hanem elfű emberekre. Egy darabig nyertem a katolikus hitéletre előfizetést. Volt valami rádióba találós kérdés, ezért jó, ha nem bírsz aludni éjfél után hallgatni a rádiót. Újvidéki rádiót bekapcsoltam, hallgatom, bibliai kérdések. És valamit kérdeztek, én nem tudom mit, csak sorba telefonon, és mindenki rossz válasz. Én rögtön tudtam, hogy mi a válaszom, és én mondjam. És végül, már amikor ötödik rossz válasz mondják a betelefonálók, én is telefonálok, és ez a pontos válasz. Kitől kaptuk a választ? Mondom, hogy ki vagyok. Jó, nyert egy éves hitélet előfizetést. Az volt az érdekes, hogy utána találkoztam a Temerini plébánossal, azt mondja, hogy Robert, hallom, hogy játszott a nyereményjátékunkon. Úgyhogy pontosan tudták ott, hogy ki kapja az újságot. Valószínűleg, hogy én is egy ilyen valami jó újságot, adventista kiadványt küldtem volna nyertesnek, az ő helyükbe vagyok. Természetesen. Na ebből az egyik újságból őrzöm az egyiket, mert azt mondja, ír az adventistákról több oldalt, és azt mondja, az adventisták a legfundamentalistább keresztények, az, hogy fundamentalista, az negatív jelző, de most ebben az esetben pozitívra veszi, mert szó szerint hiszik a Bibliát, és követik azt. És fölteszi egy kérdést. Melyik katolikus volna kész jövedelmének tizedét az egyháznak adni, úgy, hogy az adventisták teszik?
Azt mondtam, hogy ezek jót írtak rólunk, nem? Azt mondják, hogy elkötelezettek vagyunk, úgy, hogy a Biblia írja. Még jobban örültem volna, hogyha azt írja, hogy mert megtértek, úgy, hogy a Biblia... Ez nem azt jelenti, hogy nem azok vagyunk, de fönnállhat a veszély, hogy nem az vagyok. Ezért volt szükség a találkozásra Saulusnak. Most megmondja Saulusnak, hogy mit tegyen? Azt, hogy mit tegyen, azt nem. Azt mondja, hogy most eredj be a városba, majd ott megmondják. És nekem az, ami érdekes, ki mondja meg neki? Mondjuk, ha az én logikám szerint történik, akkor legalább kinek kellett volna, hogy elmenjen? Minimum Péternek. De ha Péter meg János megy, akkor az úgy még egy delegáció, hogy menjen. És kit küld el az Úr? Ki volt Anániás? Volt olyan főpap is, de aki elment, hogy megkeresztelje Saulus, ki volt az? Nem tudjuk. A damaszkuszi gyülekezetnek egy tagja. Annyit tudunk, hogy diakonussá szentelhették, mert volt neki joga megkeresztelni Saulust. Egy ismeretlen valakit, egy egyszerű személyt fölhasznál az Úr a közösségből. És itt találkozunk legelőször a közösség fontos szerepével, az egyénnek a fontos szerepével. Nem Péter, meg János, meg Jakab a fontosak, őnekik is van szerepük. De minden egyes személyt Isten föl tud használni. Már amikor az Úr azt mondja, hogy na, eredj be a városba, és eredj be milyen utcába? Nekem tetszik az utca neve. Az Egyenes utcába. Eddig görbe úton jártál, most kezdődik az egyenes járás. Az Egyenes utcába, ott majd megmondják néked. És elmegy az Egyenes utcába egy Júdás nevű házához, és képzeljétek el, hogy azt mondja nektek, ez most így furcsán, nem érzünk benne semmi különlegeset, de mondjuk második világháború vége felé jár már az utolsó hadjárat a zsidók ellen, és azt mondják egy zsidónak, hogy figyelj, Hitler most ért meg, nálad fog itt lenni egy kicsit, nem mondd el senkinek, hogy itt van. Hogy reagáltolni egy zsidó erre? Az ott kirázta a hideg állam. Ez hihet, ilyen nincs. Mindenki mit gondolt? Megjátsza az egészet. Ránk akarja hozni a hadsereget, mindannyiunkat kiírt, én is ezt gondoltam volna. Ott van az Egyenes utcában, Júdás házában, 3 napig, nem eszik, nem iszik. Szerintem átrágta Tövörül hegyire az összes messiási proféciát. És rájön arra, hogy amikor Mikeás azt írta, hogy Betlehemben fog megszületni, akkor ez így igaz. Amikor Dániel azt írta, hogy 77-et ad a zsidó népnek, Isten mondja neki, és az utolsó hétnek a közepén, és ő kiszámolja, mert pontosan ismeri a történelmet, hát Jézus ekkor halt meg. És a 22. Zsoltár meg azt mondja, átszögezik a kezeit, meg a lábait, és még a kereszten is fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál engem, és pont idézte a 22. Zsoltár kezdetét, és ha tovább mondjuk, ők ezt énekelték fejből, tudták betéve. És minden jel arról utal, hogy hát tényleg, akkor én eddig tévejektem. Ő az. És hogy megy el Damaszkuszból? Mint Krisztus hűséges gyermeke, mert találkozott vele. A gyógyulás nem úgy következik be, hogy elmegy az Egyenes utcába, hanem úgy, hogy úgy dönt, hogy elfogadja Jézust, és betölti azt a feladatot, amit Jézus Krisztus szán neki. Igazából itt van a titka és a rejtélye annak, hogy az életünkben a megtérés valódi, vagy úgy hisszük, hogy megtértünk. Befogadjuk Jézust, és elfogadjuk azt a feladatot, amit szánt nekünk. Mi ez a feladat? Mit akar Isten? Timóteusnak azt írja Pál, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Igazság egyenlő Jézus Krisztus, az ő igéje, az ő akarata, és a vele való szövetség, mint keresztség, és Pál ezt itt végigjárja. 3 nap alatt, gondolatban, majd gyakorlatban. És mi történik? Azonnal menekülni kell neki. Úgy menekítik ki a városból, mert csatlakozott azokhoz, akik hirdetik a Krisztust. Lényeg mi volt? A
Saulusból hogy lesz Paulus, találkozik Jézussal, és gyökeresen megváltozik az életszemlélete, a meggyőződése, a hitvallása, és Krisztus igaz katonája lesz, és elindul, hogy hirdesse azt. Szükség volt Anániásra, szükség volt más emberekre, akik a szolgálatban aztán elindították, de ha Pál munkássága hiányozna az Új Szövetségből, akkor egy délután átolvashatnánk az Új Szövetséget szinte. Két délután jó. Egy csomó kérdésre nem tudnánk választ adni, és nem tudnánk megmagyarázni a hit általi megigazulást. Mert Pál volt az, aki átélte és megtapasztalta, mit jelent úgy állni igazul az Úr előtt, hogy azért semmit nem tettünk, de készek voltunk mindent fölvállalni. És legyen ez a mi tapasztalatunk. Amen. Hála az Istennek az ő kegyelméért, és köszönjük ördög testvérnek az igét is. Befejezésül énekeljük el a 248-as éneket. 248-as éneket énekeljük. Jó Istenünk, köszönjük azt, hogy Pál apostol életén keresztül azzal találkozunk, kész vagy mindenkihez lehajolni,
kész vagy mindenkit megszólítani, és kész vagy új lehetőséget adni mindenkinek. Add, hogy ezt mi is megtapasztaljuk mindennapi életünkben. Add, hogy énekünk a döntésünk szavai legyenek, amit énekeltünk, néked adjuk életünket, szívünket, egész lényünket, ezért így te lakozz bennünk. Add, hogy megtapasztaljuk a megtérésnek azt a formáját, amikor megengedjük, hogy te formáld jellemünket, te készíts bennünket a veled való találkozásra, és érezzük, hogy ahogy elhívtál, úgy feladatot adsz, ahogy feladatot adsz, úgy erőt adsz annak véghezvitelére, és így gazdagítasz bennünket újabb tapasztalatokkal, erősített hitünket, erősített a bennünk lévő szeretetet, meggyőződést. Ó Istenünk, add, hogy így tudjunk őszintén hozzád fordulni egyen-egyenként, mint gyülekezet, mint közösség, és így vegyél körül bennünket a te áldásoddal, vezetéseddel, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.